Sziasztok, ez itt újra a Kockajátékban, és ezúttal egy eléggé mókás adás készülget, mert fesztivál van méghozzá a Hobnagi Gannok földjén, ez ott van Brit-től északra, és ez így ilyen fesztivál környék amúgy is, és most így látszik ilyen nagy csapatmeccsek vannak, ilyen csirkefogók játék, a kékek is a piros oldal, ilyen csirke baseball, vagy mi látjátok? Elég érdekes, üdvözlöm újra Davidet, aki azért szintén itt van velem. Sziasztok, szia Andrew, hát igen. Most éppen nem tudom bevenni, mert játék van. De gondolom, hogy mindjárt vége, akkor valakinek még elementálkája is van, vagy mi ez tűzelementál. Hát erre nem számítottunk. Kaptunk egy térképet. Igen. Még nézősereg is van, nézd meg, tünde, ember, minden. Nagy buli van. Igen. Erre nem számítottunk. Valami lehet, valami hirtelen jött, hogy nem tudom. Lehet, hogy annak örömére, hogy munkor leállt a szerver, aztán most jó lett. Lehet. És van itt, vannak ilyen küldetések is. Szóval például, hogy a kék botot szedjük le a földről, a csatatérről, vagy hát erről a pályáról. És akkor még kaphatunk ilyen csirkefogó reputációt, hogy mi a franc. Ja, a másik pályára belfene az első field, csak erre nem megy. Ja, igen, mert field 2, field 1, aha. De várj, itt akkor nem tudok átni, akkor kerüljük ki, vagy hogyan? Erre lehet, hogy hátunk. Arra is jó. Ah, így is jó, jó. Na itt meg valami madáriesztő verseny van, vagy mi? Field 3, várj, akkor lehet ide se tudunk bemenni. Itt is valami kék sticker, mindenhol ki kell szedni a kék botot. Lehet, hogy először az egyesbe mehetünk, de melyik az egyes? Ez a négyes, hol a franc van az egyes? Gondolom sorba lehet, nem? Biztos. Itt be tudunk menni? Nem tudunk. Nem, oda sem. Akkor lehet, hogy az egyes az a legelején van, ott lehet, hogy nem is voltunk. Nem? Igen. Ez field 3. Lehet, hogy ez az? Field 1. Na, hát ide be tudunk menni, csak akkor szedjük fel ezeket is. Na, jaj, várja valami mobil van. Na, itt volt egy kis technikai szünet, egy kis telefon, véletlenül lent maradt. Most itt vagyunk az első ilyen idézővel foci pálya, nem tudom, csirka pálya, vagy mi lesz ez. Ez valami piros botról van szó, hogy ezt ők szerint a többi helyen meg kék botokat kell. Ezt az egyes fieldre mondja. Take a red stick. De hát itt csak kék van. Várjunk csak, most hol vagyunk, melyik az? Szóval itt a külső nem tudom észrevenni, hogy itt valami piros botot kell összeszedni. De csak kék, itt vagy te is most már, nem látlak. Itt vagyok. Jó, föl se vettelek, fölveszlek gyorsan. Itt meglepett minket, hogy ez a dolog. Igen, annyira legalább föl se vettelek. No, és akkor itt elvileg ilyen piros botról beszél, hogy ezt hogyan lehet megszerezni. Beszélek ezzel a szerzetessel, vagy mi ez? Ez egy szeretes kinézete van. Nem tudunk vele beszélni. Ugye itt kék botok vannak, de nekünk piros bot kell. Ez a furcsa, hogy itt kint jelzi a nagy térképen, hogy mi hol van körülbelül, de itt nem látni. Most már tudunk vajon menni? Most se tudunk. De szerintem itt sorba kell menni, de hát nem tudunk főszedni itt a piros botot. De látsz itt valamit? Látsz itt valamit? No, videót. Megint volt egy kis technikai szünet. Hát nem tudom, hol van ez a piros. Csirke foci jelent, itt ír. Várjál, itt. Hogy? Csirke foci van, csirke foci. Azt mondom én, hát ez egy csirke baseball. Ez egy trugjál a csirke, tényleg nagyon durva. Valakinek meg ilyen kis mini ant fája is van. Mindenki ilyen 8-as poklába van. Érdekes dolgok vannak itt. De itt van, hogy na most csak be tudunk menni. Hoppá, mi történt? Jaj, gyorsan össze kell szedni. Ah, felszedte, akkor ez így van. Aha. Igen. Ez időre megy. Amikor elindul, akkor gyorsan fel kell szedni a botot. Bevettem egyet. Menjek vissza. Na, én pont nem tudtam felszedni ezt is. De érdekes, hogy itt elvileg az elsőnél kell pirosat felszedni. De nincs egy szársát, több helyen meg van. Na most be tudtam menni a másodikba is. Tehát a Game of Hobbit, mint a trónok hobbitja, vagy trónok harca vagy na. Hol volt? Nem látta az hol. Ja, igen. Ez jó.
Most lehet ilyen reward boostot is kapni. Most benn vagy itt? Hogy hol nem maradtál benn? Mert akkor el tudtam volna játszani. Itt vagy benn, igen. Ragon, itt volt egy piros és nem tudtam fel, nem értem a logikáját. Na el is indult a játék, most ki is dobtak minket. Gondolom, hogy benn voltunk a csapat. Én is értem a logikát, ilyen élet nem játszottam soha. Benn voltunk még a... Gondolom, itt az a lényeg, hogy itt a labda a csirke, és akkor a, lehet, hogy a... A kapu azt gondolom itt a... A szénamalmok között, vagy halmok között, na. Ez szerintem azért volt lehet a leállás a múlkor, hogy erre próbáltak. Készültek, ja lehet. Na most az a vicces, most az egyesben nem tudom nem menni. Most az egyesben nem engedett, de most már mégis beenged. De itt meg nem tudok összeszedni semmit, ezt nem értem itt a logikát most. De ez valami új dolog ilyen, amíg sose találkoztam. Nem tudom hány hét éve alatt. Érdekes. Érdekes. Helyszín. Hát igen. Most nem tudom, hogy ez vettől meddig lesz, lehet, hogy lesz még később is. Na nézzük, menjünk el ide erre. Igen. Na ide be lehet jönni, gyere ide a négyeshez. Gyorsan, gyorsan. És föl tudunk szedni kék sztikket is, még három vár gazdára. És csak egyet kell, ide gyere, gyere, itt vagyom meg az embert, tudok látod hol vagyok, itt vagyok a négyesben. Felszedtem a pirosat. Jó. Play a game of... Do not leave this field of play. Na és akkor itt kell játszani. De gyere ide gyorsan, mert lehet, hogy elviszi valaki. Na. Itt van még kettő. Kék. Ja, igen, most kéket vittem el. Nem fogsz tudni beérni. Jó. Akkor ebbe kéket kell elvinni. És akkor... De nem veszi fel. Vagy pirosat? Nem tudom, nyomd meg az N betűt. N. Mint Norbert, és akkor hova mész most? N, mint Norbertet. És akkor... Tehát akkor... fogadnom, hogy veszem én részt a versenybe. Ja, és ez hogyan kell? Itt kint? Hallottam a csajnál. Hát nekem ilyen nem jelent meg. Volt rajta egy gyűrű. Ja, az más, az küldi, ezt én is kaptam. Ja, hát az volt ez a küldi, akkor nem szedted föl, ja. És azért. Most már föl tudod szedni itt is, ja. Én nekem is ezt föl kellett szedni, és akkor... Csak nem tudom, hogy mitől függ, hogy hogyan kezdődik a játék. A rendelkezésünkre álló idő alatt, amennyi gólt csak tudunk lőni, lőjünk, és hát ugye annyi pontot szerezzünk. Nem szabad elhagyni a pályát, és hát gondolom, az a gond, hogy még kéne ember. Érdekes, ide nem jönnek a többiek. Kicsit így kiesik lehet, hogy azért. Többinél látott tele vannak. Most így ketten nem hiszem, hogy tudunk játszani. Egy versus egy. Igen, lehet ez klánnal kell, vagy ilyesmi. Lehet. De valószínűleg gondolod, hogy ez is egy csirkeverseny lenne? Mert ez kicsit más, ez valami más lehet. Fogalmam is őszintén, én nem vettem részt ilyen fajta játékban. És amilyen kivéve ugye a születésnapi bulit, de az más volt. Az van, ez feket már lesz de, most a tavaszi fesztivál. Havarosom, elvileg. Na mi van? Nyomok egy tűzjátékot, nem tudom, hogy változtad-e rajta valamit. Leszem, jól néz ki. Ja. Be is akadt annyira. Be akadt hirtelen a játék. Tűzjátéktől. A tűzjátékoznak is arrébb. Nem tudom, hogy hogyan lehet játszani. Hát valószínűleg többen kéne, hogy legyenek, és azért nem engedi. You have left the field. Take a loose. Menjünk vissza hát, ha valamelyik megnyit, mert ott sokan vannak. Látjuk, akkor nem az a lényeg, hogy hányas csinálod meg, csak hogy beérsz a játékidő előtt. Vagy sem. De úgy látom, most nem férünk be. Esetleg itt se. Az a gond, hogy mindig mindenhol most pont van játék. De érdekes, hogy a kettesben és a hármasban van az egyes, meg a négyes az el van felejtve, tehát... nem? Most az egyesben sem tudunk bemenni, ezt nem igazán értem. Igen. Miért rúgtak. Szép volt. Szép csirkerugás volt. Ugye most múltkor mondtuk, hogy nem elég elborult a rotró, úgy látjuk a Borderlands-hez képest, hát most azért itt megmutatta fog a fehérjét. Lehet, hogy inkább csináljuk, ami a rendes küldetést.
Ja, hát csináljuk, de legalább látták, akkor nézzük, hogy milyen. Most sajnos nem igazán értjük még, hogy hogyan van, ez igazán meglepetés volt nekünk is. De az látszik, hogy azért az elvetemű dolgok volt a játékban se. Ez a játék se hiány, nem szenved hiányt. No, hát valami pályán most lehet, hogy meg tudjuk próbálni, hogy nézzük, meg szedjük fel. Most bejött egy újabb játékos. Ja. Cannot use. Na most engedi nekem ma. Azt mondja, nem engedi, nekem nem engedi. Érdekes. Fölvettem. És főszedte előre más. De volt még egy kék, az hova lett? Az én vettem föl. De három kék volt. Érted? És kettő volt, de... Százas szintű törpe. Ez? Hát meg nem tűnik olyan nagy állat, de ez is sajta pánci. Érdekes. Már biztos van 12 éves játék. Runkeeper. Ez is ilyen abszurd, morbid dolog. De mindegy, hát menjünk, akkor csináljuk inkább a többi küldetést. Aztán majd még ha ez tart, még legalább egy hétig, ami lehetséges, lehet, hogy 16-ig tart, ahogy az akciók most. Akkor majd megcsináljuk. Most ja. Akkor annyit csináljunk. Helyes volt. Én annyit csinálok, hogy... Ja, hát érdekes volt. Neked mi a visszatérő helyed? Nekem, Little. Na nekem ugye a Brie lett beállítva. Mehetek a Kinship Hardba is egyébként. Hát jó, menjünk, oké. Okay. Lehet, hogy jobb. Lehet, hogy jobb. Mert az jó, mert akkor mind a kettő egy helyre megyünk. Majd ha Brie-be élünk, akkor majd beállítjuk, hogy mind a ketten, mert akkor úgysem megyünk már nagyon vissza a mennyébe, stb. Hogy Brie-be menjünk vissza, hogy van ez a gyors utazás, ott mindig be lehet állítani azzal a mérföldkövekkel, ugye, tehát az adott helyen kell lenni, és akkor ott megnyomni. És akkor utána mindig oda mész vissza. Azt persze lehet változtatni, mint tudom, ott vagyunk közébe, kötettségbe, és akkor ugye ott is be tudjuk ezt állítani, de akkor ugye már Brie-be nem tudunk így visszatérni. No. Hát akkor elmenjünk a lóhoz, és akkor visszalovaglunk a az öreg erdő fele talán, ugye bár? De akkor most ezeket kiszedem. Új, és ezek 20-as szintűek. Lehet, hogy akkor csak azért dobta most be nekünk? Aha, lehet, hogy ez ám mindig van. Ez nem fesztivál szint, hanem 20-as szintől egyszer lehet, hogy elérhető. Te is 20-as vagy már, jól látom, nem? 19. Ja, bocsánat, magamat nézd. 19. Igen. De te is megkaptad, de lehet, hogy ilyen 19-20-as szint körül kezdik. 18-tól akkor... lehet így. Ja, lehet, lehet. 19-20-tól is lehet megkaptad. Igen. Na hát itt vagyunk újra az öreg erdő határa. Adzó távora mellett, és összeszedjük a virágokat, ez is egy ilyen díjküldetés, nem nagy XP-t nem fog adni, de nem is az a lényeg igazán. Csak az, hogy meglegyen az a virágszerés küldi. Főleg, hogy azt hiszem valami jó cuccot ad. Hát ad 10 pontot is, de egyéb dolgokat is ad. Csak azt kell megtudni, hogy pontosan hol van az a két virág. Mondjuk megnéztem az itelt, ezt föl lehet lelni. Hol ez a lotroalakhazan.com, tudom, tudják el nézők már. Némelyek lehet, hogy már adták. És akkor ott már lehet ilyen segítséget kérni, küldetésekkel, stb. Beírod a küldetés nevét is kihozza, hogy mi hol van, stb. Igen, itt egy jó sok denevér. Meg egy ilyen nagy 17-es szintű fa. Igen. Itt át kell mennünk ott patakon. Nyomjad be az N betűt, azt nyom be, hogy on. Föl tudjuk látjuk, hogy hol van a virág milyen messziről. Meg az ellenfeleket is. Ja, és akkor itt lesz valahol egyébként. Elvileg. Azt hallottam, hogy náluk csúszik a... Két hetet a hosszú állók. Megvan. Ó, tényleg? Ha. Hát az nem jó. Ez rossz hír annak, aki szereti a Marvel-t, az aki várja. Május 1-én lesz nálunk. Ja, igen, azt tudom. De általában egyébként ilyen május elején szoktál, tavaly is úgy volt a kapitány. Illetve... Na most itt gondolom, hogy egy kicsit merre kell menni. Menjünk egy kis kört. Hát az nem jó. Most nagyon ütős volt az utolsó előzetes. Mondtam, mi a véleményed. Igen, az meg szerintem nem volt rossz. Ami is csúszik, mert megint ugye valószínűleg csak 2016. januárban lesz ez a Star Wars. Na nehogy már. Rohadékok, már bocsánat. Hát ez nem. Ne.
Itt is megnyomtad az M-betűt. Mondjuk az amerikai premier után lehet bemutatni, sőt már január első, egy-két héttel az amerikai premier után lehet csak bemutatni Magyarországon. Úgyhogy az amerikai premier után egy-két héttel az már ugye január, tehát ugye csak... Ja, mert karácsonykor lesz konkrétan? Igen, december 25-től lesz. Ja, szóval, igen, azt hittem, hogy korábban. És egy héttel, tehát az már január, tehát azt már csak január elején állít, már csak jövőre állít. Ez hihetetlen. És azt olvastam, hogy van ez a 501-es légió, tudod, ez a magyar Star Wars kampi. Jaj, ezek nagy magyar fanok. Hogy nem fogja, nem, náluk ugye szokott lenni a privát vetítés, most nem lesz, mert hogy megharagultak. Rohadt Disney, na bocsánat, tehát, és ilyenkor mondják, nem a pénz az úr náluk, hát rohadtul az. Mert ugye akkor nem lenne fontos nekik, hogyha ez a néhány 5-10 ezer dollár legrosszabb esetben szerint, ami ez okozhat. Ez ennyire fáj nekik, akkor nehogy már nem a pénze fontos náluk. Főleg úgy, hogy nem a magyarok az okai. Hát az oroszok rakják föl, kérlek szépen. Hát... Az oroszokat nem merre beszélni a nagy piac. A magyar nem, hát bele lehet valami csicska néptárt. Hát sajnos ez így van. Ukrajnában december 18-a közben volt itt egy kis háborúban. Hát igen, közben háborúban. Itt lesz valahol. Úgyhogy nem értem. Igazán néha megszakad a videó, hogyha úgy látszik a videón, az azért van, mert... Sajnos amikor kilépek, megnézni, hogy mi hol van, akkor mindig megszakad. Hát azért nem olyan lesz. Ugyan, egy farkas harcolta éppen, mert rám akart jönni, de már ott van percenként 10 vágás, itt meg azért nem. Persze, most azt gondolom, hogy lehet, hogy itt pont nincsen, mert az valami más jelzés, vagy nem tudom, minek rakják a térképekre a más jelzéseket is. Megkeverik az embert. Hát azt én sem tudom. Na hát folytatjuk újra a vidit, csak megint így a virágok miatt sem, most meg kell mindig szakítani. Most már megtaláltam újra két virágot. Hát ez elég sajnálatos. Tehát Ukrajnában akkor előbb lesz. Ez érdekes. Még ott most talán pont azért idézőjelben háborús évet, az úgy látszik, az tetszik a Disneynek, vagy én nem tudom. Ott előbb behozzák. Elég morbid dolog. Április 22-től már ott játszák. Már csak május 7-től. Mondjuk nálunk nagyon szeretik mondani május körül behozni az ilyen bosszúállók, illetve többi Marvel filmet. Hát igazán aztán akkor meg volt a premier, tehát nem szerintem azért, mert akkor egy nappal előtt volt mindig Amerika. Én bemutatom, mert most nem ugye Amerika bemutató után lehet csak egy héttel, mert hogy egy-két héttel már ők lopták le legőször, de hát ez hülyeség, mert oroszoktól, tehát vasember 3-ban, mondjuk a vasember 3-ban, ugye 2013-ban, az április 30-ban, mert ma ugye még egy héttel az amit a felvett nálunk is mutatták, mint a sok helyen. Igen. De nem tőle, mert orosz szűrőbetűk voltak mindenhol. Tehát orosz vagy ukrán lehetett az a kamerás verzió, hogy van fej, vagy valami ilyesmi. Jó, azt is leütött. Igen. És akkor ezért, mert ugye azért, nem, ugye Blu-ray is, ugye Disney Blu-ray nem jelent meg állni. Hát azért reméljük, hogy azért a Star Wars-nál nem lesz ez ekkora ügyeség. Utána meg sírnak, hogy nincs bevétel, miközben hát nem az a fontos. De nagyon álszent dolog ez. Vagy csak a Star Wars se. Star Wars, és akkor megjön a Blu-ray, hisz az is Disney forgalmaz, a Disney legyen, ugye. Nem semmi. Meg ugye a Galaxis őrzés egy Blu-ray, csak DVD-en, direkt azért. Hát jó, annyiba jó idézőjelben, hogy akinek van Blu-ray, akkor kicsit föl lehet javítani a DVD-t. Azt kicsit följavítja, de még az se ugyanaz azért. No, hát akkor megvan már, hogy hol van elvileg a dolog. Na, most már megkeveredtem, hogy merre vagyunk. Elég sajnálatos, tessék? Láttam, ott láttam. Ja. Jaj, vágyd be is, várjál. Ilyen veszett meg be. De addig megkeresem a virágot, mert úgyis láthatod tényleg, hol vagyok. Most nem tudom, neked is föl kell eszedni, vagy csak... Föl kell, igen, lehet. Na, old forest. Forest push. Na, már itt el lehet menni jobbra. Valahol. De most azt jelezte. Láttál valami utat jobbra? Nem. Itt, valahol. Aha, itt van, gyere. Csak el mögött látod, el van bújva. És itt a virág. Itt a virág. Hát mert eleve meg változik is honnan, hát az öreg erdő az ilyen. Úgyhogy nem egy egyszerű. Ez nem egy nagy terület, csak mert az exugos, ezért el lehet benne tévedni, hosszabb videókat is látod, most már harmadik videó lesz.
egyben vasszakul egyelőre, hogy darabig utolsó. Míg a tombombadil nem ad küldetéseket. Lehet benne azért munkálkodni, van bőven lehetőség. Na, most összettem. Kicsit el vagyok fáradt, hogyha videóban hallatszik, most ma aztán volt főmunka, mellékmunka, meg új mobilvétel, és kicsit kifáradtam. Csatornán is dolgoztam én is egy csomót. Hol? Ja, te is, te meg a csatornán. Jaj, el vagy kicsit keveredve. Igen, erre. Ja, arra is közelebben készülünk. Igen, az is, csináltuk már az intrót, talán láttátok. Illetve én holnap hajnalban megyek Pestre, szóval van most itt minden. De csak egy napra, úgyhogy nem veszik el a csatorna. Nem kell félni. Egy napra se igazából. Fél nap. Ja, hát valószínűleg lesz videó szombaton is. Csak este. Rakva. Mivel vasárnap veszik fel az első adást. Ja igen, az Enigma csatornára. Amíg a csatorna is elkészült. Reméljük tetszeni fog a nézőknek. Legalább sokat kell feldolgozni. Na hát főleg te, a Péter dolgoztatok főleg rajta, én meg ugye az intro, meg majd mint vendég leszek jelen. Meg csinálta ugye én is egy intrót is a videó elé, meg ugye van a bemutató videó is. Igen. Intro meg ugye teljesen csinálta, bemutatott ugye meg a... Azt meg Péter, a közös barátunk csinálta. Kiváló grafikus úgymond. Hát nagyon jó lett szerintem, sokannak tetszett is a videó, jól láttam. Várják az adást. Ez egyértelmű. Ja, a technikai háttér, de hát ugye ez sokaknak. Sokat segítő. Igen. Nincs ott, azt én csináltam, ez egy egyszerű munka, aztán ennyi. Hát, nem olyan egyszerű ez az intro. Hogy a felmondást mondod? Hát nem, végülis egyszerű volt az intro, azzal nem volt, ez egy óra meg volt másfél. Ez a bemutató videó, amit a Péter csinál. Ja, azt mondod, ja, úgy, ja, értem, igen, az az intro, az a kis, igen, a hátteres. Azt hittem az egész videó, mondom. Nem, hát én a intro az 31 másodperc, hogy ez a videó előtt fel, ez nem ugye a csatorna bemutató, ez más, ez... Ez valószínűleg sokáig készült, több ideig, az enyém az egy óra meg volt másfél, mondom. Egy óra másfél közt volt meg ugye a rész, de ugye ott is a zenét, meg a üzét összevált. De hát a rendelés az idő. Ah, megvan a virág. Ja. Az újabb, nem tudom, látod itt a nagy térképén, hol vagyok. Eléggé nehéz ide bejutni. Le kell menni ilyen egészen a folyóig, arra hiába mész. Zsák utca, a folyóig lefele. Lefele, látod a folyót? És akkor hát, nagy... Láttam egy csomó ilyen farkas, meg ja, és akkor még három virág van. No hát, itt vagyunk, most még a maradék három virágot felszedjük. És van már a hűtársam David is újra. Itt lesz a virág, valahol itt a nagy pataknál. A térkép, ami fel van a neten, az elég régi, tehát érdekes. Az még valószínűleg régi változatú öreg erdőt mutatott, mert azóta ezen is egy kicsit módosítottak. Ugye minden kezdet területen módosítottak egy kicsit. Óha, egy erős medve jön. Itt vagy, David? Itt vagyok. Csak megtámadtak? Új, és rám fog kiabálni. Szerencsére kivédtem, resist. Kivédtem, és ezek ilyen 18-as vagy 20-as, nem tudom, ilyen sötét kék, ez az ilyen erősebb fajta. Tehát... legyakjuk őket. Nézd, leütötték a lóval. Bármi. Nem csoda. Személy. Meg ezek nem gyenge medvék, ezek már nem ilyen beteg medvék, meg őrült medvék annyira. Az van rajtuk látom sebb, de... ezek már nem olyan gyengék. No. Felszedted a virágot? Hol vagy? Azt keresem a virágot. Hát itt van, ahol én vagyok. Ott is vagy medve. Hol? Nem látom. Egy mellette van? Lényegtelen nem. De ott van egy hulla is, korpsz. Abban van-e? Akkor üljük meg, már által van meg abba. Nézzük meg, milyen ebben hullába. Hulla jó vagy öregem. Tehát olyan plusz cuccokat lehet szerezni, hát egy itóka volt benne, azt én mondjuk berólozom, az azt jelenti, hogy a szerencse döntse el, kettő között. Ilyen, megették a passz az meg azt jelenti, hogy átpasszolom neked. Azért megették a megjét. No. Hát ja. No, menjünk akkor. Most el kell mennünk a pókokhoz. Jó beteg. Tessék?
teljesen olyan medve erő van. Ja, a medve véderő. Nem gyerek áll, de úgy látom minden szinte egyre nehezebb lesz a területek is kicsit. Persze, ez így. És ez még amúgy is nehéz, mert váltakozik néha az erdő, meg szűk helyek, keszekusza. Már az még nehezebb lehet, még valaki. Hát az a vicc, hogy itt az nem ilyen keszekusza, kivétel azokat, de hát az mindenhol az egy kicsit, ahol ilyen instanszok, vagy ilyen belső ilyen csapatos területek, az ott aztán nagyon sok van, és nagyon nehéz a végső, legalábbis az alapjátéknak a legnehezebb részei, és azon kívül viszont, tehát ami ilyen rendes fire, meg nem instansz, ahol ugye vagyunk most, azok viszont jobbak, mert ott elég tág terek vannak. Más kérdés, hogy mindenhol vannak ellenfelek, sőt ott is vannak olyan helyek, ahova belemész, ilyen láva, szem, nem tudom, meg ilyen betegséget okozó rész, akkor még szivatnak is rendesen, tehát arra is vigyázni kell, nem elég az ellenfelekre. De hát az összességében majdnem jobb, mint ez a rész talán. Látom, elütöttek valóban, nem? Ja, szokás szerint. Ó, azt is mindenféle szívszar van itt. Jó, sérülsz. Ja. Ott a virág megvan, jó. De nem tudom, hogy mi üt. Valami üt. Nem tudom, hogy mi. Ott a virág. Elég fölveszem. Várjál, én meg közben rátámadok a pókra. Ha, ez most mi volt? Haha, valami bugó, de nem baj, örülök neki. Eltűnt a pók. Elkezdtem ütni, és ettől csak eltűnt. Én a féreg támadok. Ja, féreg. Ezek elég erős féreg, mert azt hiszem ezekben az instanszokban is szokott lenni tonna számra némelyikben, de hát ott ilyen 100-200-as életerővel ez meg azért jó bírja. No, ez nekem méretre is nagyobb volt, mint a többi szerintem. És még egy virág van. Azt pedig itt valami egyenesen lesz lefele. Fókuk fele. Hoppá. Szépen megütött minket. Vagy erre fele lesz, de ha nem, akkor máshol, értelemszerűen. Ó, annyian vannak, azt is mi ez? Aha, ne, ezek ilyen gyökerek, ez a fából, vagy nem tudom, miből jön ki, vagy a gyökér csinálja messziről, ezek a kis gyökerek. Úristen, meg kell innom egy izét, mert haláli helyzet van. Jó, ott a virág megvan. Talán már túléljük. De volt egy olyan ital, amit megittem, ami regenerál, és szóval az nagyon jó. Jelzi ilyenkor, hogy... mi a franc? Jaj, hát... De nem a pók csinálja, a pók nem csinálhatja ezt. Na meg is van már így, nem? Igen. No, mindjárt nekem is megveszik, hogy ezt ki kell nyírni. Na. Meg is van. Most pedig azt fogjuk csinálni, hogy elutazunk. Ja, de nem tudsz elutazni, az a gond. Akkor mindenki menjünk lóval. Lehet, hogy holomba tudok tenni, hazudni. Lehetettem volna Brie-be menni, ugye? Én meg ahhoz, én meg ugye... De majd te is el tudsz, ha most oda menjünk, mert be fogjuk rakni, és akkor... Te is el tudsz. Megnézzük egy kicsit Brie-t, aztán a mai adásra búcsúzunk. No, hát most menjünk Brie fele. És azt fogjátok, az innen a táborból, illetve az erdőszélétől. És... Gyorsóval. Igen, gyorsóval. És mindjárt fogunk majd szállni, leszállok, akkor szállni te is, mert ott van már ez a milestone. Okay. Mondom, maga kicsit fárasztó napom volt, mert most már az este fel vagyunk egyébként. És itt, hát akarod, ha akarod, akkor itt szállj le, és akkor itt fogod berakni ezt a helyet, és akkor most berakom ide. De hát... De jó lesz ez, akkor itt leszállunk. Oké, okay, hát még messze vagyok, hát egy... Oké, okay, de hogy? Hát... Jóslóval. Na szállj le! És akkor itt ez a milestone, nyomsz egy joggombot, és... bind. Yes, igen. És most már elvileg itt a skill-ek legalján szokott lenni. Megvan. Hát nem a legalján. Jó, akkor itt van, most már úgy fog jelezni. Jó van. No. Ez azért jó, mert ugye... Hunter az gyakorlatilag olyan, hogy annak nem kell ez a milestone, mert szinte mindenhova tud menni a vadászkaszt. Hát, hogy megtehat valami. Ja. Persze, de nem kell velem foglalkozni, mert innen nem tud utolérni. Mert itt át kell ugrani vízen, meg minden, ez azon nem tud. No.
itt vagyunk Bli nyugati kapujánál, és hát a nyugat Bliben. Én megvárok egy pillanatra. És látható Bli térképe, itt a térképen látjátok egy külön hatalmas területet alkot. És látható, hogy bal oldalán farmok vannak, a legszél, illetve a másik szélső kapu. Farmok vannak, vannak hobbitok is néhol. És... De itt főleg át van, malac. Ja, itt van egy-két küldi egyébként, itt ezen a iparos részen, mert itt meg egy iparos rész van. És... tele van ilyen várussal, meg ilyen szakmákat lehet ugye, amit megtanultatok, akkor azt itt lehet használni, tele van ugye mindenhol ilyen jellel. Lehet tanulni, gyakorolni a saját szakmánkat, mert ezt is fogjuk valószínűleg választani. Na, itt is van valami küldi, ezt egyik fel, itt csak küldi lesz Brivel. Hát kettő is van, és na mi az, hogy trúpál, vagy bugos? Bugos vagy-e? Na, most a taskokat már kiszedheted, hogyha nem félne be, az összeset szed ki, mert már olyan messze vannak, hogy most egy darabig úgyse fogjuk azt csinálni. Meg itt is lesznek olyan küldik, amit adnak megyei reputációt, mondjuk egyre kevesebb, de törpés az például több lesz. Azt több helyen is lesz, Móriától kezdve lehetne sorolni hol. Most elmegyünk itt föl. Egyrészt eladni. Várjál, nem is ide menjünk ide a hölgyhöz. Azt hiszem, hölgy. Igen. Itt eladjuk a cuccokat, megjavítunk, mert ezt már elég régen csináltuk, legalábbis én. Már régen csináltam, és akkor... Jaj, de régen jutottam, már csomót kell, azért nem voltak jobb fegyveres. Yeah. Most már lesznek jó fegyverek is. Már is volt, lesznek jó fegyverek is egyébként. Tele voltam. És lesznek majd jó fegyverek. Meg ugye a főküldőt is majd elkezdjük. Kérdés, hogy egyedül vagy ketten, mert azt lehet, hogy akkor tűnni ketten. Majd meglátjuk, hogy engedi-e. Egy rész alatt itt biztosan nem fogja engedni, mert vannak olyan küldők benne, mindig oda jön, hogy egyedül kell megcsinálni. Ez más. Ez mi is? Ja, ez még tőlünk nagyon messze van. No hát elmegyünk a... Prancing Pony, azaz a... Hogy is volt magyarban? Milyen póni? Ajkos póni. Ajkos póni. Egyrészt itt lesz az egyik már főküldőn főkeszedni, vajon kitől. Nem tudom, akarsz-e tippelni, hogy kitől kell főszedni ezt a melléküldőt? Vagy főküldit? Józsi. Mi lenne a tipp? Azt lehet, hogy férfi névről van szó. Vagy pontosabban, ugye ez nem férfi név, mert... Ez nem férfi név ugye, mert nem csak egy jelző. De mindjárt találkozni fogunk vele, úgyhogy gyere utána, vagy találtál itt valamit, de nem látok itt semmit. Jól néz ki egyébként, ma úgy értem, hogy küldetést. Jól néz ki a terület. Egy kis hely. Egyik hasonlít a filmre egy kicsit, nem? Tehát így, nem csak a könyvre, hanem a filmre is. Hangulatos, jó. Jó. És erre kell menni. Elvileg neked is itt kéne legyen, hogyha megcsináltad a... De aztán nem is kell a felvezető se hozzá. Ó, rossz vele mentem, várjál. Kimentünk. Igen. Azt hiszem erre kell menni. Nyilván nézzük. Igen. Mert ilyen labirintus. Igen, a filmben nem ekkora azért. Hát a filmben nem. Ó, várjál megint rossz. Itt erre kell. Nem ilyen zene van. Na és itt kivel találkoztunk? Hát igen. Ez maga arra volt, szerintem. Igen. Jó, itt most van egy ilyen utazás. Jó sok cuccot fog egyébként valami, lehet válaszolni, mit tudom. De úgy látom, ezt lehet kettem, mert nem jelzőne lehetne, úgyhogy utazunk. Travel now. Jajjaj, ez nem egy könnyű küldi. Ez nem egy könnyű küldi. Itt lesz egy ilyen Nazgul is a végén, nem biztos, hogy harcolni is kellene, de jönnek megint majd. Mit tudod, az elején volt. Vagy nem biztos, hogy Nazgul, az csak én segítője, azt hiszem. A Ranger-ökkel, de megyünk most. Hát mondja is, hogy eldaront. Ja, mert most én vettem, én küldekeztem el a küldit. Egy Blue David itt van. Ja, neked meg azt mondja? Ja, jó. Nekem ugye a saját nevet írta ki. Mik vannak itt bent? Banditák? Aha. Erősebb fajta banditák. Mert ott a kis térképen rám is, akkor kiírja. Black World, azok ilyen bandita fajta. De már mi ez? Talk to Strider. Igen. Defend, tartan, és search. Aha. Okay, ezt meg kell védenünk, amíg megkeres valakit a táborba. És tele van banditával. Ujj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 
ha jönnek is. Ó, mit csinál? Ezek ilyen erős fajta banditák. Igen. 15-ös. Ezek hogy ki, mint a Zrínyi a kapun, úgy kirohantak. Ja. Ja. Ez volt a... Csak az el. Ja, csak az ilyen bandita verzió. Ja. Nem féles semmitől, ez mindent megtámad ez a... Ja. Hát a kapitányban van a lyuknál egy külön olyan kaszt, és kirohalt itt ki. Mi ez? Mit csinál ez? Ez valami bug volt. No. Úgy látom, bagaz van dögivel, de hát az... Hát van néha. De ezek ilyen apró bugok azért a Borderlands-hez képest. Mik ott vannak. Hé, figyelj, fél a briganti. Elbújt, nagyon durva. Oké. Az a kis térképen az a gyűrűjel, azt hiszem az a barátunk, ugye? Most nem indulsz. Ne, ez ilyen, ez valami skilljátor, megfélemlít minket, vagy nem tudom. Ez valamit erősíti magát, vagy mi a franc. No. És kikapult magát. Megint meg kell videni, keres itt valamit. Bent. És lehet, hogy már itt lesznek azok az ellenfelek. Nackulok, igen. De talán igen, mert ott van az az oltár. Ott lesznek, ha jól emlékszem. Ez egy keményebb részünk van, egy akciós szempontból. Annyira azért nem, mert most ezek az első főküldjük az nem lenne. Ja, itt az a Scorbrim, ez az én saját, a törpös részem eljátszott, ilyen bevezetőben volt. Én is láttam ezt a törpöt. Amikor a törpével voltam. És ott az elmenekült, tehát az urácikban most kell megtalálni. No, most még dumálom. Meghalt szegény vándor. Pontosabban... minek mondják? Dunadán? Egy csomó patkányt... Patkányt varázsolt elő. Ja, és egy ilyen erős fajta izét. Jajajajajaj. Az jó bírja. Hiába csak 500-as életre van. Jó bírja. Jó van. Megdöbött. Ez ilyen erősebb fajta zombi volt. Defeat Vice in Breeland. Na, egy ilyet azt majd a izébe. Fogjuk megcsinálni a buckamanóknál, és ilyen dír. Ott annyi van, mint a nyíg. Akkor itt lesz benne a fő ellenség. Azt hiszem fönn. Jó, fölfele kell menni. Hát kicsit magasra megyünk. Ez valami... Hát nem tudom, ami áldozati rész lehet, hogy valamilyen nagy... Oltár száll. De csak hát nem egy ilyen gonosz szenté, hogy látod, itt van a gonosz gulog, azt is. Igen, hogy és kicsit félünk is. Sajnos ilyenkor csak a kamerát lehet forgatni. Nem gyengék. És az amdírt, azt hiszem, ezt meg fogják, föl fogják éleszteni, hogy erősíteni. Az ilyen fél nazgú, fél ember, vagy mi? Ja, és akkor ott volt az a Sword of Angmar, az angmári biztosítóban. Ja, igen, igen, meg a... Szerintem, hú, itt van, ej, ez az éjjogán is ilyen kis fölött. Talán a... Dolgódúr vezetője, annak van egy vezetője, az úgy ezt a könyvben említik, a filmben is talán egy pillanatra, de nem emlékszem. És akkor az is talán itt volt. Uha, ezt is ki kell ölni. Ez ilyen kis ilyen nazgul, elő nazgul, vagy nem tudom mit, ez nem teljes értékű. De azért nem egy gyenge. 15-ös. Ja. Mondjuk a főküldik egy darabig azért le vannak könnyítve, tehát nem olyan nehezek, mint régen egyébként. Az ingyenes, nál meg is csináltuk. Ez az ingyenesség előtt, és van egy ilyen átvezető. És mondják, hogy ilyen azgulok átmentek a folyón, az Isengard, ugye úgy hívják tudod a vasútvard, és a vas folyó, vagy milyen folyó van arra. Akkor most mondta, hogy azt áthaladtak, és ennek a megyével is itt vannak. Hát láthatjuk, ez is erős a filmből. Na itt az a rév. Bakfelé révan átmentek a filmbe, meg mi is átmentünk. Na és ez jó, mert most elvek tudtok közül tudunk választani. Ekközben nem is kevés tudsz közül.
Na, azt gondolom, hogy ennél nekem már jobbak vannak. Hm. Ezt választom, ezt a negyediket, erre kíváncsi vagyok. Ja, most megint. Ja. Húha, úgy látszik el kell mennünk a végén még a butkanokra. Már nem lészem mindegyik részére egy fejből, hogy hova kellett mennünk, de ilyen butkamanós rész. Egy kripta, katagomba, és itt a Tomá. Ja, akkor majd a Tomához kell szerintem menni. Hogy most ez kemény lesz. De azok a videók is még nem olyan jók, mint az újabbak, mert itt látszik, ezeket nem javították föl. Még a régi minőségben vannak, de az újabbak a jobbak. Na várjál most. El kell mentenünk a Samut és a Frodo-t. Ja, talk to Constable Underhill. Comba Town-ba kell mennünk. Kombinál, itt egy új helyen vagy. Majd oda kell mennünk, ja. Vagy nem, és itt is vagyunk már. Ja, jó van. És innen kell majd mennünk. Igen. Na, itt van egy-két küldeszt, összeedjük. Mondjuk ezek már ilyen alacsony küldik, de itt vagyunk, akkor megcsináljuk, mert úgyis kellett, hogy van ilyen küldi díd minden területnél, gyorsan megcsináljuk aztán. De még nem fognak olyan sok. Egy jó volt az adás, eddig hát igen. Érdekes, hogy végig is egy jó volt, egy nagy harc. Ezeket gyorsan meg tudjuk csinálni. Majd legközelebb, mert most már nem fogjuk, mert ezek ilyen nagyon gyenge küldik már, tudod. Igazából csak az ő, hogy adnak pénzt, plusz akik valamennyi XP-t, hát elnyésző. Már, meg azt, hogy a díjtbe gyorsan meg tudjuk csinálni, gyorsan nő a küldi díjt, mert a 30-40 küldit meg kell csinálni, ezeket gyorsan megfogjuk, úgyhogy és itt van a főküldi is. Na, ez adott reputációt. A következő főküldi az viszont megint nagyon sok minden, 4 dolog közül lehet majd választani. És mi a, ebből a Constable Underhill-el kell majd megint beszélnünk, megint ezzel? Ez megint egy utazós, ezt majd legközelebb megcsináljuk. Ja, hogy te most bementél? Ja, megnéztem, mi van itt, ja. Hol vagy te most? Ide, ez a traveltem egy ilyen barlangban. Ja, de miért mentél be? Mondtam, hogy ne menjünk be. Na minden, akkor még gyorsan azt csináljuk meg. Jó, oké. Ez nem rossz, ez ilyen nem volt régen, hogy lehet választani, hogy olyan dolgot adjon, ami... De most akkor nem tudom, lehet, hogy külön vagyunk, vagy hogyan van most akkor. Én nem ment. Ja, ne, itt vagy, jó, be tudtam csatlakozni. Jó, erre nem emlékszem. Ezek ilyen... Ilyen, ezek nem pókok, ezek ilyen, nem is tudom mik, ilyen föld alatt ilyen legyek. Ezek szoktak lenni máshol, de most ja, nem hiszem, hogy itt ennél a résznél lett volna. De ilyeneket is kell írtanunk, ilyen Nickerberg, ezek ott a mocsárban lesznek majd, ja. Ezek ott a mocsárban ilyen zöld fajták vannak. De most abban írtunk a díthez párat. Itt is vannak még. Hol nincsenek. Hú, ez ilyen katagomba szerű, ilyen bar, csak barlangba, mi? Nem? Ezek mind, majdnem te erősebbek lennének, mint az előbb azok a rablók. Nem? Igen, igen. Legalábbis jobban bírják. Gyűrődést. Ez csak kijöttek a föld alól, basszus. Gyere vissza! Kijöttek a földről, megtámadtak, ugye meg kell védeni a csávót. Megyek. Nem, meg tudom ezt a csávót így gyógyítani, vagy? Ja, nézzük. Nem, az elég szar. Miért nem? Ez valószínűleg egy nehezítés. Csak téged, mi magamat tudom. Sajnos azt nagyon meg kell védenünk. Mi? Igen, nagyon védenünk. Igen. De itt már, mintha itt már voltam szerintem, csak akkor még nem ilyen lények voltak itt. Amikor a bevezetőt csináltam a bridge-be, az ilyeneket neked a megyébe kellett, mások voltak. Akkor itt voltam, csak akkor nem ilyen lények voltak itt, hanem banditák, a pókok. Inkább pókok azt hiszem. Amilyen menő lények, ja. Ja. Necker. Necker, brekker. Majdnem egy kicsit, mint a Witcher. Ilyen békaszerű, békalégy. Nevezzük el békalégynek mi. Ez valaki bent van fogságban. Jaj, meg gonosz törpével, ha? Ide fog jönni biztos, ja. Jön. Quiet, I see something, lát valamit. Most azokat kell megtalálni. Ilyenkor, amikor ilyen, nálad is van ilyen vibrálás, de a nagy gonosznál van ilyen néha. Már abból lehet sejteni, hogy itten valami lesz. Érted? Meg ilyen félelemeffekt. Igen. Ezek mindenkit megölnek, ott meghalt valaki, feláldozták azt az embert. Itt meg... Ennyi, ennyi. Jönnek, áááá.
De ott van valaki, azt meg tudjuk menteni. Fogságban van valaki. Ez egy vándor szerintem, az van egy Dunadán. Meghalt. Nem ezt kell megmenteni. Meghalt? Azt is, hogy meghalt. Aki már hiába. Utána kell menni biztosan izé után, nem? A törpe után. Lehet, hogy ennyi volt. Akkor lehet, hogy megint elmenekül. De ez a törpe, ez mindig elmenekül, Skullgrim. Ez mindig elmenekül. És jönnek ugye, már itt vannak már Bree környékén, meg a megyében ugye. Na most már ide érkeztek a Frodoék a vándorhoz, amíg mi itt ugye harcoltunk. Ja, itt van ez, ez volt a filmben is, ugye amikor az ágyat szurkálják. De akkor már itt voltak a fogadóban is a gonosz nazgulok. Jó van. Akkor most megint választhatunk ezek közül. Hogy mi legyen. Én ezt választom, hát adom. Ja, mondjuk médiumot fog megint dobni, biztos. Ja, mi volt ez? Mi történt? Ja, visszaraktak minket a Bree-be. Jó. Felkosztóni az. Ja. Beszéljük el megint az Aragona, de majd beszélünk most, most vége a videónak, most már elég hosszú lett. Igen, de jó most volt. Nem nagyon van rá időnk többet sajna. Majd legközelebb, és akkor legközelebb Bree-be fogunk garázdálkodni, meg a környékén, meg csináljuk tovább a főküldét, ezek ilyen izgalmasabb küldik már, meg nehezebbek, úgyhogy menjünk el, egyre húzosabb lesz persze, hogy félelmetesen. Köszönjük, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!